Mondom neked, hogy mit látok energetikailag. Amikor ide szívedhez mutatsz, hogy itt volt valami kötésszerű, és egyik napról a másikra eltűnt, közvedel mindenkivel ez történik itt ebben az energiában. Ez a kötés, hogy mutattad is, de benyúltál ebbe a mélyedésbe. Itt a Szecsonnál. Szecsonnál alapból nincs mélyedés. Csak akkor van, hogyha ez a terület alulműködésben van. Ez kötésnek is meg lehet fogalmazni. Mert olyan érzés, mintha az embert valami visszatartaná. Attól, hogy amikor az ember szívből él, most hozzád beszélek, mert át tudom adni ezt az energiát. Amikor az ember szívből él, annak van egy boldogsága, egy kiáradása. Te ezt a kiáradást keresed. Nem csak olyan, nem olyan boldogság, mint a megelégedettség, hogy jaj, hát most éppen nincs nagy bajom, van kaja, meg jó műsor van a tévében. Tehát nem ez a boldogság vagy megelégedettség, hanem ennek van egy ilyen fényes, tüzes kiáradás, a szenvedélyes. Érted, hogy mire gondolok? Ezt keresed, ezért vagy itt. Ezért nevezhetjük kötésnek is az összes energiablokkot, mert olyan, mint hogyha valami ilyenkor egy lasszóval visszafogna. Érted biztos, mire gondolok. Azért, hogy ne tudj megnyilvánulni igazán, szenvedéllyel, boldogsággal itt a világban. Úgyhogy ezek a kötések lepattannak. Néha szinte érezhető, hogy éppen magatok mögött hagytatok egyet. Fel fog töltődni ez a terület, úgyhogy figyeld. Ezért nevettek a többiek, hogy túl szeretnél rajta lenni, mert hogy mindenki. Képzeld el, hogy maximálisan egyetértek veled. Tehát ha valaki szenvedett már életében akár csak egy percet is, akkor szerintem senki nem gondolja azt, hogy hát ez végül is annyira jó poén, maradjunk benne még egy darabig. Érted, mire gondolok? Ennek azonban van egy időbelisége. Ha látnátok az én szememmel, akkor azt látnátok, hogy meg lehetne ezt csinálni, és vannak is, van egy-két olyan visszajelzés, ezt nem én találtam ki. Ha visszakeresitek a Facebookon, akkor láthatjátok talán, nem is tudom, hogy pontosan mikor volt, hiszen már több mint egy éve, vagy valahogy így körülbelül egy éve volt, valamelyik vidéki rócson. A Facebookon megtaláljátok. Az a lényege, hogy egy vakhölgy visszanyerte a látását. Szegeden volt. És meg is írta, hogy azóta is tökéletesen lát. És még a vonatos, vagy a buszát is elérte. Annyira gyors volt. Még hamarabb haza is ment. Végülis igazabban, mert már minek maradjon. Egy bácsi küldött nekünk képet, 6 óra alatt eltűnt a púpja. Le volt fényképezve előtte és utána. Elég drasztikusan néz ki. Gyakorlatilag ezek mind csodák. Sok ilyen fotó van, meg sok ilyen történet a tarsolyunkban. Viszont ez a ritkább. Azért, mert ami ott van a mélyben, annak idő kellett, amíg az oda felgyűlt. Néha. Nálad például hosszú idő. Ezt onnan tudod, hogy igazam van, mert amit szeretnél, az tényleg ez a szívből élni, amiről az előbb beszéltem. Hogy ha visszagondolsz az életedre, akkor sosem érezted ezt az elragadtatottságot a szívedben. Érted, mire gondolok? Hanem mindig volt ott egy lefolytottság. Én azt látom, hogy ez... Ennek nagyon sok idő volt, amíg az ott felgyülem lett, és idő is kell ahhoz, hogy kiengedődjön onnan. Viszont az energiablokk mindig azt szereti veletek elhitetni, hogy nem lesz vége ennek a küzdelemnek, hogy ez mindig így lesz, hogy ez egy feneketlen kút, és akármennyi minden is tisztul ki onnan, akkor is sose lesz vége, mert mindig újra tölt. És képzeljétek el, hogy ez hamis. Ez a legnagyobb becsapása az összes energiablokknak. Mert azt akarja veletek elhitetni, hogy a munkátok felesleges. Az az erő, amit beletesztek a fejlődésbe, meg az a szándék, az mind-mind hiába való. Ez a legnagyobb trükk. Ez a legnagyobb trükk. Úgyhogy ne dőljetek be. Én azt látom, és látom rajtatok óráról órára, és rajtad is ugyanúgy, hogy ilyenkor ömlik ki onnan az a cucc, ami oda be volt szorítva. Viszont van bőven, úgyhogy kell vele még dolgozni egy kicsit. Elmesélek még egy történetet.
az a János története, aki őt hamar elhozták, becsavarodott egy ilyen ezoterikus tanfolyamon, nem nálunk. Onnantól csak azért szólok, hogy tudjátok, hogy jó helyen vagytok. Viszont a pszichiátere nálunk gyakorolt, és elhozta őt hozzánk rögtön, úgy, hogy gyakorlatilag 3 napig ordított össze-vissza értelmetlen dolgokat, tehát annyira rossz állapotban volt, viszont ez csak 3 nap volt. És képzeljétek el, az történt, hogy ez körülbelül 1 perc volt. Ebben az erőtérben megálltam előtte, megtettem, amit meg kellett tenni energetikailag, és képzeljétek el, hogy így állt, és így esett el, mint egy darab fa, és amikor földet ért, akkor felnézett, és azt kérdezte, hogy na mi van, megőrültem? Á, mondom, dehogy is, ne is törődj vele. És onnantól kezdve azóta is tökéletesen jól van. Úgyhogy így tud visszatérni a tudatosság egy ilyen kitérőből. Ugyanúgy a test is a legsúlyosabb betegségekből így tud visszatérni, hogy regenerálja magát. Sőt, onnantól kezdve meg fiatalodik is. Úgyhogy vannak itt csodák, de nagyon sokan, akiknek nagyon nagy ez a cucc, ami oda be van zárva. És szerintem, ha magatokra néztek, akkor nagyjából sejtitek, hogy ti hogy álltok ezzel. Ott viszont több időre van szükség. Én azt javaslom, hogy ilyenkor ne adjátok föl. Főleg azért, mert folyamatosan megy ez a belső hang, hogy ami nem a legmagasabb szférákból való, elárulom nektek, hogy úgyis fölösleges, te már úgyis így maradsz. Értitek, mire gondolok? Hogy nincs remény, meg különben is lehetetlent kérsz, törődj bele, hogy nem megy. Ez mind-mind az energiablokk. Képzeljétek el, annál erősebb ez a hang, minél közelebb vagytok ahhoz, hogy kitisztuljon onnan. A legvégén mutatja magát a legnagyobbnak. Tudjátok miért? Ez szeretetből van. Azért, mert azt szeretné tőletek, hogy biztosan menjetek fölé annak az alacsonyabb energiaszintnek, ami azon a területen fogva tartott. Ahhoz pedig nagyon meg kell kérdezni, hogy biztos, biztos, biztos? Biztos megvan? Biztos, biztos, biztos megvan? Értitek, mire gondolok? Amikor megvan, akkor az alsó világokból ezek a lények, akik szintén az Isten szolgálják, akkor hazamennek. Úgyhogy nincs, utána már nincs joguk mellettetek állni. Minden egyes problémát egy ilyen alsó világbéli lény tart meg rajtatok a legnagyobb alázattal és tisztelettel. És azt várja, hogy mikor mehet már haza. Ahogy kinyílik a szíved, és biztos, biztos, biztos kinyílik a szíved. Érted, mire gondolok? Ezért fogja a végén megkérdezni azt, hogy, vagy azt sugalni neked, hogy nem, ez nem fog menni. És közben figyeli kíváncsian, hogy abba hagyod-e. És közben drukkol, hogy nehogy abba hagyd. Értitek, mire gondolok? Úgyhogy ilyenkor tartsatok ki, mert ilyenkor már áttörés várható. Én azt látom, hogy a gyakorlás ez nagyon egyszerű, egyszerűen csak végig kell tolni, mint egy gép. Ennyire egyszerű az egész. Közben az ember sírni fog, közben az ember hülyeségeket fog gondolni, közben az ember szenvedni fog testileg, lelkileg, szellemileg, de ha valaki végigcsinálja, akkor nem egy darab energiablokk tisztul ki, vagy nem egy területen oldódik meg az élete, hanem beindul egy olyan energiaáramlás a testben, ami először is lentről fölfelé utat csinál magának, és utána ezzel együtt elindul egy leáradás föntről. És akkor van az, hogy elkezdtek ragyogni. Nem úgy, mint az emberek, hanem valami égi fénnyel. Úgyhogy tudom, nem ez volt a szándékotok, amikor idejöttetek, de ezt nehéz lesz elkerülni, ezt az égi ragyogást. Úgyhogy szerintem tartsatok ki, mert sokszor idő kell ahhoz, hogy mozgásba jöjjenek a dolgok. Először a mélyben változnak, amire a tudat nem tud rálátni. És utána jelennek meg a felszínen. És annyira szép, mert azért beszélek ennyit, és biztos érzed, hogy közben megvan ez az összeköttetés köztünk. Ezért beszélek ennyit, hogy valahogy ott megmoccanjon valami a szívednél, és ezt már érzed, szinte ki akar törni, de közben még itt van rajta ez a lefolytottság. Érzed? Érzed? Ez a legszebb ajándék az életben, amikor rátok nézek, és látszik, hogy ott van, hogy már megvan, hogy változik az arcotok, változik a
a csakrák állapota, elindul valamiféle életteliség, ami semmiért sem fogható. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt átélhetem, és gyönyörű vagy. És nem baj, ha nem hiszed el.